Üdv mindenkinek, illetve Isaac üdvözöl mindenkit, mi volt már régen, itemtelen run, ezt fogjuk most megpróbálni. Labirintus szín nagyszerű, ami rengeteg finomság lesz itt, amit úgy cseveszünk fel. Ez most nem a spider mod, mert gondoltam ehhez nem kell, meg az nem steames, az benne van az executable, úgyhogy tudod játszani a játékot magába. Aminek... Hát én személy szerint nem vagyok a híve, de... Lehet, hogy nekem vannak avitós, jócska elképzeléseivel a szellemi tulajdonról és ilyenekről. Most ilyeneket most megengedek magamnak, mindig tudózom rajtuk, de úgy érzem, hogy... Consumable-os felvételét az... Mérnek. Ez egy ilyen... Hát nem is ez egy purist run, tehát hogy ugye amikor nem lesz szinte tényleg semmi, csak a... Ha de nincs item room, nincs sok, nem dropol semmit a boss, akkor még ezeket felszedhetem. Szerencsére hamar megtaláltuk a boss fightot. Aminek rendkívül örülök. Remélem, ezen az első dupla kihíváson relatíve könnyen átjutunk. Hát jobb az meg, hogyha a paci van itt, a fej meg a bombadobáló paci, akkor nem biztos, hogy egyáltalán túljutunk rajta, hanem hogy hamar. Úgyhogy most, ha egy kicsit visszafogottabb a kommentárom, azt tudjátok, vannak, hogy rendkívül koncentrálok arra, hogy valamelyik a két hülye közül meghaljon, anélkül, hogy én meghalnék. Mert az nem jó, ha én meghalok ebben a videóban, ugye. Ez úgy lerövidíteni a hosszát. Egyben szerintem még akár egyet is érthetünk. Te akarod a bombáiddal együtt el valami más vidékre? De meg a fejed is eltakarodhatna, meg a lovad, meg a bombád, meg a köpkönésed, meg igazából minden. Tényleg. Na jó, ez viszont a probléma... Innentől kezdve egyszerűbbé válik, azt akartam mondani, erre nem hagyom, hogy eltaláljanak kétszer. Nem, de esetre hamarosan vége lesz ennek a boss fightnak, szerencsére. Dögölj már meg! Dögölj már meg! Köszi! Azt nem veszük fel, mert nem veszünk fel semmit. Hello! Légy köpködő barátom, sajnos a bajnok verzió. Aminek én nagyon nem örülök. De nem bajnok verzió, könnyebb. Még annyi legyen, hogy wow! Köpköd, mint a rosszabb. Az a baj, hogy ha ennyi legyet köpköd, mint a rosszabb, akkor az konkrétan tényleg be is takarja, és nem tudom őt magát lőni, mint láthatjuk. Ami enyhén kellemetlen számomra. Na? Meglepően lassan hal ez a boss fight, és azért elnézéseteket kérem. Isaac legyen szomorú, sírjárom jobban. Hát nem láttad az oroszlán királyt, amikor Simba apja meghalt? Hát még majd neve sincs meg. Milyen rendkívül szomorú film történt a pillanatokban. Hát az életvonatnak a befejezése nincs meg. Például nem hiszem, hogy van, aki sír, de... Nem tudom. Igen, túl sok síró filmmomentumot, annyira nem nagyon tudok hirtelen előidézni, úgyhogy bizonyára nem a jó adokat a filmeket nézem, amiket néznem kellene. Volt egyszer az vagy nyugatban a... akasztófás... álljon... tesót vállára, vagy mi az isten kivégzés, az áll ide? Nem tudom, nem hiszem. Azt se veszik fel, mert azt jutott eszembe kezdenéként, hogy milyen már az, hogy Henry Fonda-ról rövid eszembe a nevem senki. Meg így azt mondod, hogy Henry Fonda vagy nyugati filmje, rövid eszembe a nevem senki, mint a volt egyszer egy vagy nyugat. Tehát, hogy... Filmekben lehet még jobban is ott van. De ha már itt tartunk, lőjünk hülye ellenfeleket. Örülnék, ha nem elszaladnál, miután kiköpött az aktuális lejjelet, hanem itt maradnál, hogy megmutassam neked tetteit, következményeit. Ez a szó, amit ki szerettem volna mondani, mint láthatod, nem túl sok sikerrel. Hajj már meg, hát nem igaz, hogy a Puzsé Robert piszkálná ki a koszt a lábkörmed alól. Nem tudom, hogy ezzel hová akartam gépkodni. Hajj meg, léci! Hát egy videóra jutó haj meg kedves ellenfél felkiáltásaim száma már átlépték az ideális mértéket, de csak ezzel tudom kifejezni, amit érzek ezek irántak is. Champion nyomorékok iránt, akik elfutnak és állandóan legyek egyáltalának. Na, ő is egy szemét, de ő legalább egyszerű szemét és egyszeri szemét, mert egy darabban belőle mindössze. Lárikó,
életerő. Nagyszerű. Most nem volt eddig legalábbis semmiképp sem volt nagy szerencsénk a boss fight megtalálásába. Pedig örülnék, ha lenne. Ürülnék, ha lenne, magam alá csinálnék ugyanilyen. Fantasztikus szóvicces rovatunkat ezennel megnyitom. És egy fantasztikus szóvicet nem mondtam, eddig egyelőre üresen is áll. De a rémséges szóvicek rovata az pedig keretlen, ha nem is népszerűséggel, de hatékonysággal üzemel tovább. Immár, hát, majdnem 300 ide volt a emlékeim szerint. Közeledik, nem? Itt egy bomba! Na. Jó, igen, lövök rá, az nem segít. Léci. Bocsáss meg, hogy itt sürgetlek, kedves drága barátom, hogy keljél már fel végre, de nekem sürgős dolgom van. Hát az... Jó esetben 3-4 szinten lejjebb, ugye mindig a Devce egy a rekordom. Pedig ott kétszer is emlékeim szerint nagyon közel voltam az, hogy kinyírjam a boss-t. De... Azért az én célom az, hogy anyámig eljussak ezzel a felállással. Fárom, bocsánat. Ha megfulladnék videógyártás közben, akkor... Őrizzétek meg emlékemet! Ez látomos ötőfordulat az vettés. Nem is tudtam hirtelen sem, hogyan továbbat kitálni. Majdnem reflexből bementem az item roomba, de ilyeneket mi nem csinálunk, mert mi ennél jobbak vagyunk. Nézzük még inkább, hogy mi van itt balra. Jó esetben a boss room, illetve boss fight és társai. Én idegesít egy ilyen kis egyszerű nem bír gonc, vernyák, ilyen kis vernyák volt, 5 vagy 6 lövésre telik ki nyírnak. Ez egy állomírjáznak nem eléggé szomorú. Mindezünk neki szomorú dolgokat, és akkor hatékonyabb lesz. 1, 2, 3, 4, ezeket is egyel kevesebb, nem tudom, hogy nagyjából ugyanannyi időbe telik ki nyírnak, mint a harapósabb kollégáikat, ami... Jelen esetben igazából az időmet pazarolja. De végre megvan a boss fight. Ez jó lett volna, ha ezt nem talál el, de sajnos eltalált. Jó lenne, ha meghalnának, és lassan végre kezdenek is. Ugye a következő most ez endokla szín ráadásunk, tehát most bejártuk az egészet, és csak egy boss fight összeütalunk. Nem is tudom, kit szeretnék. Nem Görbit. És nem Görbűt kaptuk meg, mert hogy Görbű egész tisztességes életerőjel az a bajom így. Ó, nem biztos, hogy ideális jelenlegi gagyív körülményeim között. Pestilence-nek örülök, mert ez általában sikerült kinyírnom már, azt hiszem kétszer sikerült már úgy kinyírnom, hogy egyszer sem talált el. Nagyon sokáig tartott ez szélünk, hogy hozzatok egy legényt, vagy egy kávét legalább. Minden esetre én abban bízom, hogy a túlélési esélyeim azért jó ebben a küzdelemben. Hoppá, ez a szoros volt, majdnem megharabdált a kitrága. Kedves tőle egy álmos felrobantja, amiket itt kreál. Nagyon kedves tőle, hogy nem is látta, hogy itt találtam, de az ölt bombát figyeltem. Hó, azért itt elég szoros felragadtam a sziklán. Lehet, hogy ez most nem fog olyan jól sikerülni korábban. Bátran nyújjátékot játszottam ezzel a kis szemétlábával, és szerencsére jól jöttem ki belőle. Hoppá, na most akkor ott tartunk, hogy megint nem lehetett találni. Másképp egyszer se találom, most eltelt 6-szor. Ez nem sikerült különösebben jól, mit nem mondjak. Úgyhogy mondanám, hogy próbáljuk meg újra, de ez nem is volt különösebben érdekes. Nekem legalábbis az a sandagyanom, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy játszunk egy normális Isaac-kört. Viszont, hogy izgalmasabb legyen Judásra, mert neki legalább egy életre van. Csak és most már felszedek cuccokat, most már barátság, megengedőbb vagyok magammal. Jó kezdés. Úgyhogy megnőtt a fejem, meg a sebzésem. Rendkívül elégedett is vagyok. Próbáljuk meg most akkor bemutatni a játéknak, hogy igazából az ő kedvéért nem veszek fel semmit, mert különben túl egyszerű. Legalábbis szeretném, ha így lenne.
ne írogassatok nekem dolgokat, miközben az internetre gyártok szórakoztatási dolgokat. Na nézzük. Ugye, na nehogy megszívassál, haver. A múltkor is kinyírtalak 0 itemben, aztán már egy kicsit jobb vagyok. Életerő, édes drága, életmentő életerő, nagyszerű ketonite az. Ennek semmi haszna nincs igazából számomra. Tudod, nekem ne szám, haszna száma egy-két bombának. Hát is annak is a szakácskénet tőle megkaphatjuk. Na. Áó. Jaj. Egyik bomba véletlen ide repült volna, hogy nagyon ideges lettem volna. Nézzük, mi van a Secret Roomban. Pár cent. Viszont ahogy a random ajtó az pont bevisz minket a boltba. Nem hiszem, hogy nem fogok tudni venni bármit is, ha csak nincs leértékelve. Sajnos nincs fel az iránytűt. Én nagyon szeretném. Megnézzük, hogy hát ha találunk valamit. Egy bombával ugye tudnék szerezni kettőt, aztán utána egy tintit rakott, ami nagyszerű lenne. Van itt bármiért nemleges. Kérlek, adjatok egy bombát. Országomat egy bombáért, vagy ha drogoznék, akkor egy bombáért. Na, nem, a nagy büdös semmi. És én emlékszem, volt a boltban bomba. Volt-e a boltban bomba? Bocsánat, ezt nem tudom melyik. Agyamnak a melyik lyukából sikerült írtani, melyik lyukából kezdett el az agyamnak szelelni. Mert a bolond, mert onnan fúj a bolond szél, ahogy a mondás tartja. Milyen jó jönne nekem egy kis pénz, a Spirit Heart-ot is szívesen megvenném. Ha most megkapna valaki Steven if a Masturbating Simulator 2013 nevű játékot játssza, hát hajrá, érezd jól magad. És valami az, hogy a Surgeon Simulator lenne a valóságban. Szóval én nagyon vágyom a Smorrakra, hogy még nagyobb sebzéssel és még lassabban játszunk. Meghalsz, köszi. Kicsit közelebb volt hozzá, mint szerettem, van, nézzük, mi van itt. Hall of Babylon tök jó lenne, hogyha tudnánk használni, ugye ez, ha fél szívünk van, vagy csak Spirit Heartunk, akkor azt hiszem ilyen másfél szeresset. Hoppá, ez... Nem csak gondoltam, hogy itt lesz, ennek a plusz sebességnek nagyon örülök, ennek a masinának kevésbé, a 2 centemet belelapát. Oké. Hát akkor most már kicsit jobban, mint 2 cent. És akkor itt viszont az előző boltal ellentétben be is vásárolnék. Nagy kár, hogy nem tudjuk megvenni a izét, de... Kérem, gyár visszatérek, de... Shoppingolok, és mindent megveszek. Nézzük, mi jó gyógyszereket kaptunk. Ez szar. Ez jó. Ez... Hát nem örültem neki. Jó, összességében egy Tears Up és egy Range Down, én ezt elfogadom. Spirit Heart, hát ide buktunk 3 centet az ügyleten szerintem. Az se különösebben nagy katasztrófa az én jelenlegi új gazdag anyagi helyzetemben. És mennyivel gyorsabbak vagyunk, frissebbek, üdébbek és energikusabbak most így jutásként, hogy ezt felvettük. De jó lenne, ha te nem szeretnél a haveroddal együtt a pofámba felrobbanni. Nagyra értékelem. De életerő terén még mindig aggasztó a helyzetünk. Ezt ne felejtsünk, tehát egy pofámban felrobbanó bomba elég, és ahhoz, hogy ezt a jó és biztatóan induló kört ideje korán kelljen befejezni. De, na, gyere közelebb, köszi. Nézd, még a maradék 2 szobában mi ott találunk. Ezt a Strength kártyát el is fogom használni szerintem a boss fight-on, ugye ez minden statisztikámat benne, az életerőt megnöveli egyel egy boss fight erejéig, aminek örülök, mert ez talán biztosítani fogja, hogy nem fogok ideje korán megdögleni. Hülye pókokkal is kevesebb, 4 darabbal, ha jól emlékszem egészen fontosan, a játék végtelen pók kínálatában én sikerült eltávolítani. Jó haver, neked most mindjárt meg fogod bánni, hogy erre a világra születtél, mert az a véres szájú tömeggyilkos, amiért a Strength kártya meg a izé varázsolt engem. És még gyorsabbak leszünk.
Nézz a szemembe, és lásd benne a halált. Bocsánat. Valami ez rám jött. Szóval életfejlőnek jobban örültem volna, mint ennek a még több plusz sebességnek, de hát Need for Speed ugye, hoppácska, már megint többször találtak rendszerre. Ami azért van, hogy a katakombákon vagyunk, ban vagyunk, ahol vannak zöld robbanós emberek, akik nem a barátaim. Ezt szerettem volna, hogy ti nem összeszaladtak. Jó, szóval nem vagyunk biztonságos helyzetben, úgyhogy menjünk boss fightolni, mert az vicces. Szia! És megint ezt az arkanoid jellegű játékot fogom válaszolni. Itt maradok itt az alapsorban, vagy hát most éppen a plafonon. És onnan lövöm őket. Türelmesen. Inkább az a lényeg, hogy ne találjanak ember, hogy én eltaláljam őket. Ami ez egy nagyon biztonságos mód ezeknek a bosszoknak a kinyírása, és ajánlom szíves figyelmetekbe, ha még nem tettem volna, de szerintem már tettem. Én főleg ilyen helyzetben, amikor a halál azért egész közel van hozzám. Hogy mi vagyunk elég közel a halálhoz. Akkor az ember szereti, ha van egy ilyen kis biztonságos lehetősége ennek a csatának a megírására. Ördög nem kíván velünk üzletelni. Kaptunk egy random polaroidot, oké. Meg vagy egy random gyógyszert is. A random gyógyszert még nem ismerjük. És hát semmi érdemleges. Diafett teleportálós. Volt itt valami, ami ott nálam volt, és most már nincs nálam. Két bombát megérni, hogy ide jöjjek? Nem tudom, ha nem az utolsó két bombám lenne, talán meg is érni. Még ja, igen, a halálkártya, ez még jól fog érni nekem szerintem. Amilyen jó volt az első itemről, most tudtuk azóta, hogy annyira a dollárt leszámítva semmi különleges pozitív nem ért minket. De hát ezen a szinten még nem vettünk fel semmit, úgyhogy meglátjuk, hogy mi vár még ránk. Ugye most itt is van a kis bevásárló központunk. Itt például a Coin Purse. Plusz egy kis életerő. És nézzük csak, hogy itt mi jó vár ránk. Ó, a röngen szemüveg, aminek világ legelbaszottabb izé otthon megvert házi asszony, ilyen férfi, aki kis rétikőjével megy a boltba, röngen szemüvege van, és testi fenyítés nyomai vannak a fején, ugye a fakanálba. Nagyon csodálatosan nézünk ki, engem kérdeztek. Na, szervus Secret Room. Köszönjük a további Zsozsót, mert ugye pont ezt hiányoltuk. Hajd meg szépen. Halljátok meg szépen mind a hányan, már itt tartunk. És akkor nézzük, hogy ide bent sima lába, de igazából indulálom egy bat-trip gyógyszerért, nem igazán értenek, ha engem kérdeztek. Bár még ki tudja, milyen dropot kapunk majd a harc végén. Ugye ezt, hogyha lemész egy fél éjjel terül, akkor full dolgokat adnak ez. Ilyen helyzetben sem jelentene túl sokat. És ilyen helyzetben pont azt jelenteni, hogy megsebezne minket, hogyha most mennénk fél éjjel terül, akkor adna másfél szívet a szívemben. Ó, érdekesen reagáltok a közeledéseimre. Hoppá! Ez bátor volt a részemről is működött. Hajd meg te is, köszi! Újabb gyógyszert kaptunk, ami még tovább csökkenteni a lőtávolságunkat, vagy a könyvtávolságunkat. Nem vagyok különösebben ilyennek a dolognak. Megvan a Super Secret Secret Room. Nagyszerű. Felrobbantott a saját magát. Érdekes dolgokat csinál a játék, ezt kell mondjam. Párszor játszom, mert most ugye megvan a Coin Purse, tehát a Polaroid felé fel tudok venni valami mást. És vannak olyan dolgok, amiknek én örülnék is, ezt haszontan, hogy is használom egyenúttan. Most egy darab itt leszünk, utólagos engedelmetekkel. Rendkívül örülnék mondjuk egy Curse Hornnak a plusz sebzését. Ezt most elviszem egyelőre, de Magis Faith se rossz egyébként egyáltalán, ugye plusz életerő. Hát ha ezek közül kell válaszolni, egyáltalán a Magis Faith nyerne. Csak ugye azt szeretném, hogy csak Spirit Heart-on legyen meg az. Tehát egy szép napom, de egy Magis Faith az túl nagy előnyt jelentene, hogy kihagyjam, úgyhogy azért a polaroidnak örülnék. Annyira egymásnak, hogy vagy együtt veszem fel őket, vagy sem, vagy nem, de ezt a problémát is dolgom később. Nem adom fel, továbbra
és pénzt fogok velé próbálni, ha tetszik neked, hanem a puskut az ugye 10% az esélye, hogy egy falon és ellenfeleket átmenő lövedéket lősz ki. Nem túl hasznos. Na, adjál már valami ott egy rákkal is. Boldogan beérve. Rák vagy Kurt Hornerre vágyom. Inkább a Kurt Horn most egyébként, mert ugye nagyon gyorsan vagy csak visszalőnek az ele, majd az utolsó bosszok. Na, az egy jó kártya nekem majd, ezt szeretném megőrizni. Nem szeretném a Burnt Bennyt egyáltalán. Na, hát most meddig kell itt lennem és nem különösebben szórakoztató kommentárral szórakoztatni a kedves drága nézőimet. Ne szívass masina! Bármikor felrobbantatnak, van nálam elég bomba. Úgy nézek ki, mint egy megbízható ember, aki csak úgy itt hagy, miután kihasználtad? Úgy látszik, azt hiszed, nagyon tévedsz. Egyrészt nagyon makacs vagyok, és addig játszunk, amíg... Jó, hát nem erre vágtam, egyáltalán nem erre vágtam, én trinketre vágtam, de ezt is elfogadom. Egy spirit tartó jó volt. Most már egy kicsit bátrabban tudok ezekkel az emberekkel bánni. És szerencsére meg is haltak, pedig hát ezt gyorsítsuk fel, amíg lehet, hogy utálom ezeket a, ahogy én szoktam őket nevezni, Retarded Larry Jr. Lookalikes. Retardált Larry Jr. hasonlások, talán itt nem mondani. Wow, szép magyar nyelvünkön. Húzzunk innen, mi azt mondom. Ezért azt az aranyládát fogom megnézni magamnak, meg itt a rövidebb utat választom. És... akkor ezt gyorsan intézzük még el. Hát, ha valami nagyon jó kis cica. Úr, is nekem kell a megész fejfel, de vissza kell nem. Hopp, hopp. Hal fejel, mehet a picsába, az engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy plusz életerőt kapjak minden egyes szinten, hogyha jól játszom. Erről így majdnem elfelejtkeztem, és azt hiszem ez nekem egy bombámba fog kerülni, hogy bár igazából nem, nekem meg úgyse kell a Polaroid, és most nem csinál nekem semmit, úgyhogy viszik a Pinky-eyet. Így az minden akárhányi lövésed, szerintem az is 10% lehet mérgező. Szóval ez a Megis Fake lesz nekünk a nagyon jó barátunk, és majd utána vagy azt tartjuk meg, vagy valamit más. Nagyon jó tegis itt arra hartunkat, de láttunk. Oké. Megvesztük. Szellembaba. Jön utánunk és lő velünk. Egy ingyen bombánk lesz ebből, hogyha nem baszom el. Ami ugye sosem talán, tehát minden esetre nem baszom el. Egyszerű. Haladjunk már is tovább. Egész jó tűzgyorsaságokra is szeretnék tenni egyébként, azt kell mondja. Örödök sajnos, hogy nem szeret minket nagyon, pedig én nagyon elfogadnék tőle valami zsíros kis ajánlatot. Anyánk kés elég zsíros lenne, és talán most nem is hozna olyan izgalmasan lehetetlen helyzetbe, mint egy videóval ezelőtt, ha emlékeztek arra még. Fenntartom egy azok a döntésemnek. Wow! Több gyógyszer. Most egy kicsit lassabbak is leszünk, ezt pedig most én nem fogom elfogyasztani, úgy, ahogy ezt a ifőben hallottam sem, amiről vagy el fogok feledkezni, vagy nem. Nem tudom garantálni, hogy nem fogok. Ennyi sebzéssel csak végzünk ennyivel elég hamar, én abban bízom. Eléggé idegesítő a fajtája. Az a vicces, hogy nagyon sokáig Andy engem állandóan eltalálta, hogy a fisztulát gond nélkül legyőztem, de itt 200 órányra ezeket bekerült. Agyilag átkalibrálni magam arra, hogy ő se találjon el, és látható volt ezt egész jól végzem ezt a munkát. Már ami ezt munkának lehet nevezni. A szintvégzsen abszolút nem érdekel, olyannyira nem, hogy többször is le kell, hogy tegyem. Most össze is meg kell próbálnom letenni. Eternal Heart a pályán a vágány mellett kéni. Vigyázzanak! Meg fogok próbálni emlékezni rá, hogy kell legyen. Abba szépen beragyolgott. Azért nevettem még fel, mert megvan az, hogy elveszítem. És azt nem szeretném. És igen, sok előtt, hogy ott helyben fel kell hagyni, hogy ilyen, hogy legyen, mert így látod a... Memória gondokkal nem küzdő játékos, nulla kockázat, tetszen kapja garantált HP-apot.
nyilván erről kérdezett a készítő, hogy elmondva külön, hogy hát én nem veszem fel csak a plant, mert így értem. És itt Rióval még több Zsozsó. Ez pedig a bolt, ahol hát a Botched Axe nem tartozik a kedvenc itemeim közé, ez alatt érzed, hogy kurvára haszontalan és mindenki utálja. Igen, mindenki. Te is. Ha eddig nem utáltad mostantól, kötelességed velem együtt utálni. De még így is, hogy a speed down-nal is elég gyorsan vagyunk, azt kell, hogy mondjam, mert örülök is meg is. Hát, hogy nem rossz eddig ez a cucc, csak életerőben például nem vagyunk elegek. Igen, ezt fennakadtam a szakadék szélén, úgyhogy elég valószínű, hogy el is találnak. Boss fight. Igen, emlékszem, hogy van egy Eternal Heartunk, nem mondogassátok ezt. Utálom ezt azért, mert ilyenek történnek, és gondoltam inkább gyorsan csináljuk meg. És hogyha nem lesz a boss fight-ra. Kényecském, hoppá, kicsit figyelj már oda, mert én mindjárt meghalom. Nagyon már. Óvatlanul játszom most az érzéssel. Úgyhogy még bemennék a boss fight-ra, szedjük fel a pályán található szíveket, mert itt eléggé kellemetlen helyzetbe hoztam magam névi vénázással, azt kell, hogy mondjam. Ezt vegyük meg. Úgyhogy már is egy kicsivel magabiztosabban vágok neki, úgy érzem ennek a boss fight-nak, amihez hát igen, majdnem megölettem magam ezekkel a drágákkal. És örülök, hogy így tettem, hogy megpróbáltam a lehető legjobban felkészülni erre a kilométeres köcsögre. A köcsögséget kilométerben mérjük, nem tudtátok? Most egy kicsit tegyünk úgy, hogy nyomokban színvonalos Isaac Blade tartalmazhat a videó. Szeretném bemenekülni a kő mögé, de nem sikerült odaérni. Az ördög ismét nem tudjuk megszállni egy üzleti ajánlattal. Wow! Azt csak néztem, hogy eltalál. Ebből belementem. Egyre jobb gyerekek. Hát ha így folytatom, nem hiszem, hogy itt nagy sikerekre pályázhatunk. Életerő terén, hát a következő szinten lesz majd 5. Annak mondjuk örültem volna basszus, ha most az ördög egy mondom. Az valahogy, vagy az angyal, vagy bárki, csak hogy valami kis pluszt kérnék, mert most inkább bénázásom, mint az itemek miatt, de nem állunk olyan jól messze, mint szeretnék. Egy kellemetlen dolog lesz, hogy a Cursed Roomba teleportál, amiket ideges leszek. Nem tette. Jó. Mert akkor ugye kijövök, megsebez az ajtó, és elveszítem ezt az Eternal Heartot. Igazából őszintén szóval nem is volt érdemes ezt megkockáztatni, hiszen 1:30-hoz ugye, hogy bekerülje az IMR rogomba. És annál, hát megnézze a pályán lévő mezők számát kisebb a valószínűsége, hogy a Cursed Roomba megyek, úgyhogy matematikailag egyszerűen ostobaság az a részemről. Ezt a mostani Eternal Heartot, ezt lehet, hogy nagyon hamar el fogjuk veszíteni, mert nem áll rendelkezésemre Spirit Heart, amivel így hát mondjuk úgy, hogy fedezni tudnám. Ki pedig már nagyon az idegeimre mentek. Komolyan beszélek. Fordítsátok már a szebbik feleteket, amelyiket megműhettem, hogy meghalljatok. Egyel végre kevesebb, kettővel is nagyszerű. Oly! 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 Nem szeretném, hogy te eltalálj engem, ezt ugye megérted? Na végre! Ez problémásabb volt, mint amilyennek valaha is szerettem volna, hogy legyen. Nézzük, mi vár ránk. Itt egy halom bomba meg a robbantgatásuk. Mindig elgondolkodom azon, hogy ha itt nincs bombám, úgy jövök be, akkor mi történik. Egy pár bombával többünk lett egyébként ezen produkciók után. Na, ha itt ügyesen és óvatosan játszom, akkor eltalálni biztosan nem fognak. De hát, ha valahogy mi játszottam ebben a videóban, az ügyes és az óvatos a két jelző, amit nem használnák. Én használ nép a játékon, mert használnák, baznek, magyar nyelv. Nézzük hát, hogy
Valahogy a játék megkegyelmezze nekünk, és hozzánk vágja előbb-utóbb egy Spirit Heartot. Csak egyetlen egy dolgot, léci. Csak egyetlen egyet, csak egyetlen egyet. Na! Hát, ha meg tudjuk ógni ezt az Eternal Heartot, mert félrejtés nehézség, előbb-utóbb csak random bélázásból is el fog találni valamit. Wow, ez nem a négyszeres lövés, hanem a slow effect, ellenfeleket, olyasmi, mint a gis, lelassítja az ellenfeleket, amikor rájött össze. Nem mindig, így egy nem tudott, 100%-os esélye van, amit nem tudok fejből. De jó kis cucc, és ingyen volt, és semmi otthon fikázni. Pro, nem találtak. A pozitív, hogy nem most el fog valami találni, ezt garantálom nektek, hogy így nem fogunk úgy kijönni, hogy megőrizik az Eternal Heartot. Igen, ez sajnos reménytelen volt. Egész sokáig húztak. Hát sajnos egész szintet úgy beígts, hogy ne találjanak el, az azért hívás. Szia! Szeretsz ilyen lassú lenni? Szeretem, amikor ilyen lassú vagy. Hogy maradj így? Azt így van szerintem, hogy halott vagy. Azt egy halom pénzt, amit ide majd elkölteni se jobb fogok. Annyi pénzt vágott hozzám a játék ebben a körben, hogy ez elképesztő. És azt mondom, hogy már itt, hogy nézzük meg, mit kínál nekünk a bossfight. Kettes számú monstro, akit ugye ez a gyorsabbik verzió, tehát ennél nehéz megcsinálni, de ennél is meg lehet csinálni, tehát a lelassított. Ugye a két oldal körül szaladgálsz, akkor nem fog elugrálni és ellenfeleket spawnolni, hanem csak így lövöldözik össze-vissza, aminek örülünk, mert akkor valami egyszerű, hogy kiérnek. Az állandó lassítás effektusok boldogkárt ezt tegyük hozzá. Fontos az időítés, de... Ó, ördögöm van! Ezt szeretem és meg akarom venni, de nem tudom, hogy megéri, de szeretem és meg akarom venni! Macska fejjel állsz, hogy egyáltalán nem éri meg, sanszunk nincs arra, hogy macskává változzunk, és a könyvecsken állunk, amúgy is jobb. Úgyhogy... Jó volt ez. Voltak épp, hogy nem veszik szám, tehát adott egy HP apot a játék a szint végén, a boss fight után. Úgy vehetjük, hogy ezek egy életerünkbe került, egy damage up, meg egy mit tudom, egy apa, ami ez az item. Ami... Ez nem egy rossz biznisz, csak hát... Ezen kicsit meghangosítottuk a valódi adatokat. Na. Hello, item room, amiben nem aggódjatok, nem fogok besétálni, legalábbis kulcsot nem fogok ráadozni a dologra, mert ugye megtehetem, hogy ingyen és bérmentve itt bejövök. Hát ez is cucc, ártani nem fog. Ez pedig egy teleportálós gyógyszer, nézzük. Ezt igen itt kellett volna bent használnom, kinyitni, felszedni a dolgokat és utána elhúzni. Ez a ládat továbbra sem érdekel eléggé annyira, hogy három adag ellenféllel megharcoljak érte. Nem vagyok különösebben optimista a hosszabb távú esélyeink kapcsán egyelőre legalábbis nem, de még van ránk egy item room, egy board, egy boss room, még elég sok boss room, ördögnek lehet jobb kedve, secret roomok, super secret roomok lehet, hogy valami jót kínálnak nekünk. Ha jól játszom, tudok szerezni még egy kis extra életerőt a Magis Faith-fel, meglátjuk. Szia! A haverod engem nagyon megszivatott, de én veled is próbálkozni fogok, mert a reményt mindenkinek megadom, az esélyt mindenkinek megadom arra, hogy jó legyen hozzám. Tehát te is a faszfajtából vagy, mint automata, úgy látom, de én egy kitartó ember vagyok, és a haverodnak is megmondtam, úgyhogy most itt leszünk egy darabig, azt ugye tudod. Gondolgatsz nekem nagyon sok hülyeséget, de addig itt fogunk ülni, amíg nem adsz nekem valami hasznosat, hogy robbansz fel. Ez nem hasznos, nem tudom te milyen univerzumban élsz, de a levágott lábúj az nem tartozik a hasznos kategóriában ebben az univerzumban. Úgy, ahogy ez se. Szándékot értékel, de semmi szükségem nincs rá. Remélem ez már valami kevésbé szar, ez speciál nem rossz, de nem pont erre vágytam, úgyhogy
addig fogok neked pénzt adni, míg nem teljesített szívem legtitkosabb vágyait, mert te vagy az én különbejáratú prostituáltam, kedves izé automata. Csináljál valami értelmeset is, jó? Légy, hogy kedves! Remélem ez a pénzemet duplázza, és akkor itt lesz én nagyon sokáig, nem az életerőmet duplázza meg, amire semmi szükségem nincs. Ne trollkodjál velem, azt nem szeretem. Na? Na? Az se érdekel különösebben, a hülye szövegeit se érdekelnek különösebben. Pénzem rengeteg van. Na, az... vajon mi? Kétszer annyi bomba. Oké, na vajon kinek a felrobbantására fogjuk ezt használni, ha nem viselkedik jól? Na vajon kinek? Nehéz azt felvenni, ami az ember fel akar, és na jó, mehetsz a fenébe. Utállak. Utállak téged is, meg a haverodat is. Hát 11 bombát vettünk, mit tudom én, 25 centért, ami egy jó biznisz, de hát... Ó, itt már jártunk, ugye? Igen. Nem tudom, miért felejtettem ezt a hirtelen. Úgyhogy akkor legalább egy Spirit Heartunk van, hogy ezt a Eternal Heartot megjegyik, de azt hiszem, hogy egyben a szobában igen, el is lesz, és ezek az Eternal Heartot is, ha ezt így folytatjuk. A Necropolis az egy köcsök szint, tudod, a köcsök szint definíciója. Köcsök szint, láss még Necropolis, így van a Binding of Isaac nagyszótárban. Mert van olyan, hogy Binding of Isaac nagyszótár természetesen. Balázs Géza írta. Valamikor nagyon unatka van. Nem szartam magam alá, de majdnem. Ha úgy hallatszott, akkor... akkor jól hallottátok. Na. Egyelőre még megvan a Eternal Heart, egyelőre. Már nem sokáig, igen. Sajnos. Már igazából két életerőből csaltam ki magam, bár küzdöttem kemény. Azt hiszem, viszont de tudunk kimenni a körszínba is megnézni. Hogy mi az ábra, ez például nem jó. Azt viszont jó. Az itemek, amik itt vannak, már sajnos kevésbé. Fúj! Igazából így tudnám őket leírni egészen pontosan. Köszönjük a pénzt, mert abból nem volt eddig se elég. Ó, szia! Hogy van az egész nemzetséged? Én lassan ki foglak végezni téged, te rohadék. Addig foglak játszani, amíg nem robbansz fel. Bele... egyikünk fogja csak élve elhagyni ezt a szobát, és nem feltétlen azért, mert te nem tudsz mozogni, ha érted, ide célzok. Amit már összesen több jót tettél velem, mint a kedves kollégáid, az Emperor kártya se rossz. Szóval később is szinteke megtartogatjuk. Wow! Egy egész jó indulatú masina volt, azt kell. Ez pedig, hát Homing Tears, nem rossz. Nem az az életmentő szuper item, amiben én titkon reménykedtem. Áó! De rossznak egyáltalán nem nevezhető. Szia! A pénzes emberre vársz, megtaláltad. Szeretném, ha fizetnél. Ó, fizettél. Nem is akárhogyan. Nagyra értékelem a gyertyát, ezt ugye mindannyian tudjátok ma már. Kivéve az első Isaac videótól kedvesedben. Hello! A gyertyát nagyra értékelem. Hoppá! Már néha elcseszem a használatát, ez tény. Itt viszont most látszott, hogy talán, hogy miért is értékelem én olyan nagyra a gyertyát. Vagy itt is látszik, hogy miért is értékelem olyan nagyra a gyertyát. Itt nem fog látszani, hogy miért értékelem olyan nagyra a gyertyát, mert nem tartózkodtak ellenfelek a szobában. Itt viszont talán ismét látszani fog, hogy miért értékelem olyan nagyra a gyertyát, pontosan ezért. Itt pedig azt fog látszani, hogy ez mennyire haszontalan, hogy az általam nagyra értékelt gyertya mellé egy 9 voltunk lett. De hát, ez van. Szóval a gyertya sokat fog nekünk segíteni, nem biztos, hogy eleget ahhoz, hogy... abszolút szuperül megnyerjünk mindent, de már is optimistább vagyok a jövővel kapcsolatban, mint korábban. Azért lehet, hogy még a pokolba megyek, hogy nyerjek. És
sikerélmény az ilyen sosem rossz. Egész sok kulcsot adott nekünk a játék. És én ezt az Emperor kártyát, amit valamilyen nagyon hunglicsben mondtam ki, Emperor, ahogy ezt egy angol ember mondaná, nem Emperor, bazd meg. Nem, de szóval azt hiszem magammal, ez egyből a bosszumba teleportál engem, ami jó. Erre egy egész szintet meg tudunk spórolni, és ezt összek az utolsó szintek egyikére fogom tartogatni. Ezt még meglátjuk. Itt nem hagytam valami érdekes, ez hang úgy jönnek, hogy igen, bombát is felejtettem. Sziasztok! Nektek van egy gyertyám. Sőt, ha ez nem volt elég megható, akkor van még egy. Ez jó kis... Igen, ha gyertyafényes vacsorára szeretnétek mind a kedveseiteket, akkor ne ilyen gyertyát vigyetek, mert nem örülnek. Ha csak nem az a célotok, hogy megöljétek őket, akkor hogy beteg állatok vagytok, és azonnal szóljatok nekik, hogy nem érdemes veletek randebúdalni. Nem tudom, hogy hová akartam kiukedni ez a csodálatos poénnal, már ha poénnak lehet egyáltalán, ezért azt nem tudom, hogy hogyan úsztam meg, hogy itt eltaláljanak, de... Hát megúsztam, és ez a lényeg. Na nézzük, hogy mit kínál nekünk anyánk. Szia, ez ugye az a verzió, amelyik itt állna leugrá. És ez vicces. Áll. A gyertyai nagyon bullshit item, mert ilyenkor is sebez oldalt, amikor nincs ott semmi. Ennek megvan a kódolási gondjai, amivel nem is szeretek visszaélni, de be akartam mutatni, amíg nem tettem volna, hogy tudomásom a létezésükről, és ami nektek eddig nem volt, most már legyen tudomásuk a létezésükről. Polaroid, Megis Face, nagyszerű üzlet, erre a kettőre van szüksége. Most már talán meg is tudjuk őrizni neked a plusz életerő csomagokat, amiket kapunk. Azért ez még a maradó következő szintek, amik akár 3 plusz életerőt hozhat nekünk, ami nem kevés. Szia! Örülök, hogy látlak. Te is örülsz, hogy látsz engem? Örülni fogsz, mert pénzt adok neked. És olyankor neked örülni kell. Hát egy bombánál lövőjél már jobban. Egy bombányinál. Meg egy kártyányinál. Ez nem rossz kártya, de... adnak semmi haszna számomra, de értékelem a fáradtságot. Regflótás. Szórakozol velem? Látod, mi történt azok, akik szórakoztak velem? Felrobbantak belülről. Oho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 h
problémáinkról, azt hiszem. Mert... Azt hiszem, ha nagyjuk ezennel megoldódott, bár én mindig nem teljesen biztos, hogy a jelenlegi életerő kapacitásommal meg tudok beverni egy Isaac-et vagy egy Blue Baby-t. Ezt a problémát lehet, hogy sikerül majd orvosolni a Magis Faith-nek, meglátjuk. Nagyon fontos, hogy olyan eltalálások ne történjenek nektelem többször, mint a múltkor, a két szobával ezelőtt. Hello? Igen, ez ilyenek ne történjenek meg, mert az... Jó, hivatalosan és minősíthetetlen fos vagyok az Isaac-ben. És a legegyszerűbb... Oké, amióta megkaptam a kvarcsatot, kikapcsolt az agyam. És ennek azt hiszem hatalmas és súlyos következményei lesznek hosszú távon. Négyeterűvel ezt ugye nem tudom megcsinálni, és ebből már nem lesz töltebb ezen a szinten. És ugye elbasztam a Spirit Heart-jaimat is, amit egyetlen jó szívű masina kegyesen a rendelkezésemre bocsátott, legalább a boss fight megvan. Csinálok, hogy rosszul a gyertyával, hogy nem használ problémással. Nézzük itt, mi vár ránk. Egy édesen könnyű boss, aki nem fogja szeretni a gyertyát, amikor végre találok is vele. Az az, amit én nem szeretem, hogy el találni vele. Mert az nem volt egy jó időzített megmozdulásom. Ugye Skolex rendkívül egyszerű boss közé tartozik, és nem is értem, hogy miért van ezen a szinten. Úgyhogy túl gyenge ahhoz, hogy ő miért szó jelölt legyen, és hogy van még életben a számra rejték. Plusz pénz, hát az meg persze, pontosan erre volt szükségünk. Takarodjunk tovább, és ebből a szempontból lesz. Ha így folytatjuk.
másik nagy valószínűsége így fogja folytatni, mert nem igen érkezhet már olyan dolog, ami másfajta folytatás. Wow! Lehetővé tenne. Na jó, ez már minősíthetetlen. Én kérek elnézést. Saját magamtól is, meg tőletek is. Nem vagy, remélhetőleg legalább sem fogtok meg kihívást jelenteni. Ebben jelentettek meg kihívást. Nem tudom is, ez a szövegjártjával most éppen vagyok valamiért, hátát valami. Nem tudom. Nem tudok ezeket játszani úgy, ahogy általában üzemmódra, ami elég a hosszú üzemmód név, és olyan üzemmód, amit szeretnék kiiktatni az agyamból, mert semmi szükség rá. Na, csak nincsenek valami egyéb irányú pozitív hozadékai, amiket egyelőre még nem vettem észre. Jó, oké, ezt jelnek veszem. Lehúzunk a pokolba. És... megmutatjuk sátánnak, hogy itt mi az ábra. Az ábra lenyerték az ő halálát mutatja, és itt is tudunk csalni a gyertyával egyébként. A szobrát már most meg tudjuk támadni, és ez majd amikor a következő fázisában ér a harc, majd látszani is hogy rajta, hogy... Ezt én úgy tudtam, hogy ezt nem csinálná. De látod, hogy kicsit negatívban ment a csinál. Szia sátán, hogy vagy? Rég láttalak. Hiányozta? Remélem. De egyre nem kell köpködnöd, udvariasabb is lehetnél. Most ugye az a rész, amikor nincs se túl sok életerőt, úgyhogy még bőven van ám miért aggódni, főleg amikor belerolnak ezekbe a szarokba. Nagy sebességgel halunk mind a ketten, sátán is, meg én is. Nem egy kellemes állapot ez nekem, de szerintem sátánnak sem. Nem tudom kettőtől, hogy melyik az aggódik jobban az életért, de neki kellett jobban. Fú, oké, nyertünk, köszönöm szépen, ennyi volt. Nem tudom, hogy miért játszottam ilyen délen, de egy sió győzelemre ez is jó volt, innen folytatjuk legközelebb.